Festeticsek hagyatéka, művészetek városa. Keszthely könyvtára híres, így lesz a tavasz édes. A vetélkedő egyik feladata versírás volt, amit a résztvevő csapatoknak egyenként elő is kellett adni. Az általános iskolák 7. és 8. osztályaiból 3 fős csapatokkal lehetett nevezni. 10 helyi és egy cserszegtomai iskola vett részt a Festetics család történetét körüljáró versenyen. Dunka Stadler Zoltán a Vajda János Gimnáziumot képviselte. Ez a vetélkedő számról nagyon sokat jelent, ugyanis a festeticsek nélkül ez a város sokkal kevesebb lenne, rengeteg dolgot köszönhetünk nekik, és szerintem nagyon jó dolog, hogy egy ilyen rendezvényt létrehoztak, hogy az itt lakó emberek megtudhatják, hogy mennyit is köszönhetnek a festeticseknek. A Keszthelyi Értéknap alkalmából az idén az egyik oklevelet a Keszthelyi Városi Karnevál kapta. A rendezvényt a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete 19 évvel ezelőtt kezdeményezte. A közelgő februári karnevál már a jubileumi 20. lesz. A rendezvényt a hölgyek nem egyedül szervezik, nagyon sok támogató áll a siker mögött. Az iskolák, óvodák, családok, munkahelyek, vállalkozók, természetesen a mindenkori önkormányzat mellénk állt, és akarja ezt a rendezvényt. Ez egy holt időben lévő rendezvény, ugye balatoni helység vagyunk, ehhez képest ez egy téli dolog, úgyhogy úgy gondolom, hogy turisztikai jelentősége is volt, van és lesz. A másik Keszthely kincse címet a keszthelyi zsinagóga kapta, benne a bibliakerttel és a temetővel. A zsinagógát a festeticsek idején Hofstetter Kristóf tervezte az egykori imaház helyén. Az 1789-ben megvalósított épületet 1995-ben újították fel. Keszthelyieknek, vidékieknek, az üdülőknek, külföldieknek megpróbáljuk terjeszteni, hogy ismerjék meg a zsidó szokásokat, és minél többen jöjjenek el a zsinagógánkba is, és mindenkinek el tudja mondani a történetünket. A Keszthelyi Értéknapot a Keszthelyi Hungaricum Klub szervezte meg. Az oklevelek odaítéléséről a Keszthelyi Értéktárbizottság határozott.